Tökéletes csapatember, akire mindig lehet számítani. Így jellemezték Szobi Dánielt, aki az előző idényben bizonyította is ennek az állításnak az igazát. Az alapszakaszban valamennyi meccsen pályára lépett, 16 perc alatt 4 pontot és 2 lepattanót átlagolva. A rájátszás 7 mérkőzéséből 2-t sérülés miatt hagyott ki. Mivel ez volt az utolsó szezonja, sajnálja, hogy nem sikerült tovább küzdeni a feljutásért, de így sem elégedetlen a történtekkel. Szerettük volna feletetni az előző szezon kudarcát, ugye az A-csoportos kiesést, és elindítani egy erős B-csoportos csapatot, ami akár esetleg döntőbe is juthat, vagy 4 közé. Ehhez képest ugye nagyon gyengén sikerült az őszi szezonnak az őszi része. Viszont úgy gondolom, hogy a tavaszi rész pedig, amilyen csúnya volt az első, olyan szépen sikeredett. És gyakorlatilag hát 2 nagyon szoros meccs múlott, ha valamiket megnyertük volna, akkor 4-be jutunk. De így is azt mondom, hogy a rájátszás, illetve a 6. hely az egy szép befejezés. A nyáron bokaműtéten estem át. Úgy gondoltam, hogy könnyebben fog visszatérni, de hát azért ott nem olyan egyszerű ez már egy ilyen műtét után. Viszont nekem is úgy gondolom, hogy voltak jó meccseim, jó periódusaim a szezonban. Több poszton is játszottam. 1-4-esig igyekeztem a csapat hasznára válni. Úgy gondolom, hogy helyek közül sikerült is. Szobi Dániel 5 évvel ezelőtt Sitko Ernő hívására érkezett Budapestről Nyíregyházára. Játékos pályafutása végén már mérleget lehet vonni arról, hogy mit adott neki a Kékcápáknál eltöltött fél évtized. Mondhatnám, hogy mindent adott, hiszen családot, otthont, barátokat, a civil munkát mindig nehéz elkezdeni egy sportolónak. Nekem ez sikerült, és ebben nagy partner volt az egyesület és a vezetőség. Külön meg kell említenem Sitko Ernőt, aki hívó szavára érkeztem, és nagyon sokat segített az elején. Ő rajta keresztül ismertem meg a feleségemet, de mondhatnám itt az összes vezetőt, dolgozót, munkatársat, akiknek külön köszönöm, úgyhogy nagyon szép volt ez az 5 év. Ugye a 2 A-csoportos év, csapatkapitány is lehettem, ez nagy büszkeséggel tölt el. Most már nyíregyházi lakosként hivatalosan én is nyíregyházinak érzem magamat, úgyhogy gyakorlatilag mindent adott. Nagyon szép 5 év volt. És ha hozzáveszünk azt, hogy ez volt a második csapatom profi szinten, hiszen 10 évig voltam előtte a TF Budapestnél, illetve annál a Merim Mehmedovicsnál tudtam befejezni a karrieremet, akivel elindult 15 évvel ezelőtt, úgy gondolom, hogy nagyon szépen keretbe foglalta. Bár játékosként már nem segíti a Cápákat, ott lesz valamennyi edzésen, mivel tagja a Merim Mehmedovics vezette szakmai stábnak. Emellett a Vármegyei Szövetség ügyvezetőjeként is dolgozik a kosárlabdáért Szobi Dániel.